Üdvözöllek benneteket a Málta vlogban, ami most a szokásostól egy kicsit eltérő lesz, ugyanis most egy picit háttérbe fog szorulni a szubjektív véleményünk, vagy az élménybeszámolónk, és szeretnék inkább arra fókuszálni, hogy hasznos tippeket adjak nektek az utazással, és persze kifejezetten Máltával kapcsolatban. A repjegyeinket ezúttal is a Skyscanner oldalán keresztül találtuk, mindig itt nézzük meg, hogy hogyan jövünk ki a legolcsóbban. Nézelődéskor érdemes a környező reptereket is ellenőrizni, mi például ezúttal Bécsből indultunk, mert így jött ki a legkedvezőbben. Mivel a gépünk reggel indult, ezért Bécsbe egy kis busszal mentünk át, amit igazából a neten találtunk és foglaltunk le. Mivel öten dobtuk össze az összeget, ezért megérte, de persze másképp is ki lehet jutni, illetve ha vannak ismerősök, rokonok, szállás Bécsben, akkor akár ott is lehet aludni egy éjszakát. Most csak kis bőröndöt vittünk mindannyian, ami a Wizz Airnél az elsőbségi beszálláshoz jár, amiért ugye külön kell fizetni, de még igazából így is jobban jön ki az ember, mint bárhogy máshogy. Szóval a kis bőröndünket pakoltuk tele. Ilyenkor egy 1 literes ziplock bagben, vagyis ilyen lezárható műanyag szatyorban lehetnek ugye a folyadékok, amelyek ugye egyenként mind egy 100 ml-es tárolóban kell, hogy legyenek, tehát minden folyadék, krém, aeroszol, zselé, az így kell, hogy elhelyezve legyen, ebben az 1 literes tárolóban kell összesen az összesnek elférnie, viszont egyenként egyik sem lehet több, mint 100 ml. Ide tartoznak ugye a naptej, a különböző sminkcuccok, a dezodor, hajzselé, minden ilyesmi. Mi mindig egy nappal előre még otthon becsekkolunk, interneten vagy applikáción keresztül, ezért a jegyünket sem szoktuk kinyomtatni, nincsen nálunk egy fizikai boarding pass, hanem az applikáción vagy interneten keresztül szoktuk ezt elérni, illetve szerintem érdemes kiscreenshotolni a telefonunkra a jegyet, és így akkor is biztosan elérhető, hogyha ne adj Isten nincsen net, vagy valami történik, és csak így tudjuk elérni. Illetve érdemes egymásnak átküldeni a boarding pass-t, hogyha valakinek esetleg a telefonja eltűnik vagy ellopják, akkor is el tudjon utazni, és ebből ne legyen probléma. A biztonsági ellenőrzésnél a kamerákat, a laptopokat és a folyadékokat ki kell venni a táskából vagy a bőröndből, ezeket külön kell elhelyezni egy tálcában, illetve mindig figyeljétek a kiírást, mert külön ki szokták emelni, hogy mi az, amit le kell venni magunkról, mi az, amit ki kell venni még a bőröndből, és hogyha ezt követjük, akkor igazából nekem már soha nem szokott probléma lenni a biztonsági ellenőrzésnél. Az a lényeg, hogy figyeljétek a kiírásokat, illetve hallgassátok, hogy mit mondanak azok, akik a reptéren dolgoznak és segíteni próbálnak nektek. Egyébként üres üveget, illetve ételeket fel lehet vinni a repülőre és be lehet vinni a biztonsági ellenőrzésen keresztül. Gondolom itt is vannak kivételek, de nálunk például maradt egy-két üres fél literes palack, hogy azt meg tudjuk tölteni magunknak vízzel, még mielőtt felszállnánk, hogy ne kelljen méregdrágán vizet vennünk, illetve át lehet vinni almát, szendvicseket, chipset, rágcsálnivalót, hasonlókat, és akkor erre sem kell a repülőn, illetve a reptéren költeni. Végre megérkeztünk a szállásunkra, és elég kalandos volt az út, mert először rossz címre mentünk, ugyanis, mint utólag kiderült, egy csomó ilyen nevű utca van Máltán. És minket egy rossz címre vittek, úgyhogy két taxiútból oldottuk meg a szállásunkra érkezést. Viszont ez a hely nagyon jól néz ki, úgyhogy megmutatom nektek. Ez itt az ilyen kis közösségi terünk, és van egy szuper erkélyünk, ahol gyönyörű a kilátás. Itt majd biztos fogtok látni képeket. Spoiler alert! És egészen nagynak tűnik a hely. Jaj, de szép jányok! Ez itt Priscilla szobája. Itt lakik Anna, meg én. És már beizítottunk ide hangfalat, meg mindent. Akkor van egy szép fürdőszobánk, bocsi, hogy nagyon csoszogok, lehet, hogy végig hallatszik. Zuhany. Itt lakik Lina és Anna. És íme a konyha. Ilyen konnektorok vannak itt, azaz olyanok, mint Nagy-Britanniában. Úgyhogy átalakítót mindenképpen hozzatok, nálunk is van átalakító, meg hosszabbító, és úgy töltjük fel a dolgainkat. Szóval nagyon szuper helyen vagyunk, nagyon szuper a lakás is, nagyon egyszerűen bejutottunk, és az egyetlen probléma, hogy iszonyat meleg van, de hát erre számítottunk. Úgyhogy most el is indulunk az első programra, ami kajálás, és a nap további része valószínűleg strandolásból fog állni, mint ahogy a hét további része is.
hogy Máltán, illetve hogy amúgy kinek milyen a jó szállás, az szerintem teljesen emberfüggő. Nekünk például nem volt cél közel lenni Valettához, ami ugye a főváros. Mi a tenger miatt mentünk Máltára, ezért északon szálltunk meg, így közel volt a Comino és a Gozókomp, nyugodt volt és csendes a környék, de azért volt egy pár jó kávézó, jó étterem és bolt is. Általában Airbnb-n foglalunk szállást, itt a legkedvezőbb. A máltai tapasztalatok alapján azonban fontos, hogy ellenőrizzétek az olyan manapság talán magától értetődő szolgáltatásokat, mint a Wi-Fi. Nekünk például nem volt, és ezzel eléggé meg is szívtuk, de erről majd később beszélek nektek. Airbnb-n a visszajelzésekre érdemes hagyatkozni, de foglaltunk már olyan szállást is, ahol egy sem volt, és tulajdonképpen ott sem volt baj. Ilyenkor a felhasználót azért érdemes ellenőrizni, hogy megbízhatónak tűnik-e. Képzeljétek, megérkeztünk az első programunkra, nagyon-nagyon hosszú volt az út, mert mi Málta szigetének az északi részén vagyunk teljesen. És most egészen a déli részén vagyunk, szóval már a repülőtértől egyszer felutaztunk a szálláshoz, és most egészen ledélre, ugyanis itt van egy étterem, akivel Lina lespanolt, ezért meghívtak minket. Úgyhogy most kipróbáljuk, hogy milyen ez a hely. Iszonyatosan szimpatikusak amúgy az emberek, az összes taxisofőr, a pincér, mindenki nagyon kedves volt eddig velünk. És annyira gyönyörű ez a hely. Fogalmam sem volt, hogy hogy kell Máltát elképzelni, de hát meg se tudom fogalmazni. Olyan, mint Monaco, Marokkó, meg nem is tudom minek a keveréke, még egy kis Horvátország, egy kis Kuba. Nagyon durva. És fogalmunk sem volt, hogy ez ilyen lesz. Első benyomások. Ez a baj, pont olyan fejet rágok, aki meg akar halni, pedig csak nagyon-nagyon fáj. Lehet a kajó után kellene. Szóval ez céklahús. Várjál. Most. Ez céklahús. Igen. Ez azt hiszem, hogy sült paprika humusz. Igen, és izé van benne. Kurkuma, az meg... Az meg... Arra nem emlékszem. Szerintem... Fú, elfelejtettem. Ez meg valami litván sörös dolog itt. Ezek az előételeink. És képzeljétek el, hogy a szívószál az nem műanyag. Majdnem azt mondtuk, hogy nem kérjük, és akkor mondták, hogy nem műanyag. Ezek a finom. Igen. Őszintén megmondom, hogy Máltán kizárólag jó helyeken kajáltunk, és ez egyáltalán nem volt szándékos. Valószínűleg szerencsések is voltunk, de mindenhol nagyon kedvesek voltak velünk, és nagyon finomakat ettünk. Néhány kedvencet megtaláltok a leírásban, illetve mindenképpen csekkoljátok Instagramon a Málta highlightot, mert ott is összegyűjtöttük a legjobb helyeket. Előre felkészítettek bennünket, hogy itt rengeteg medúzával lehet találkozni, és ez már az első napon be is bizonyosodott, ugyanis a lábunkat még be se dugtuk a vízbe, de már táblákkal találkoztunk. Ezeken felsorolták az előforduló fajtákat, hogy mennyire veszélyesek, hogy mennyire elterjedtek, és hogy mit kell tenni abban az esetben, hogyha megcsípnének. Egyébként, ha olyan helyen fürödtünk, ahol még mások is voltak rajtunk kívül, és láttunk egy medúzát, akkor azonnal szóltunk mindenkinek, hogy jellyfish, jellyfish, és ne ússzanak arra, és ugyanezt mindenki más is megtette, úgyhogy szerencsésen Anna egyetlen kisebb csípésével úsztuk meg az utat. Bucu Annának a combját sajnos egy icipicit megcsípte egy medúza, pont úgy sodródott a vízzel, hogy súrolta, úgyhogy egy kicsi területen érte csak szerencsére csípés, de pont arra a fajtára az volt a gyógyír tulajdonképpen, hogy sós vízbe kell áztatni, és ezt igazából egész nap megtettük, úgyhogy nap végére le is lapadt, és hamarosan el is tűnt szerencsére. Közben, mint látjátok, mi már elég régóta csak sétálunk ezeken a felvételeken, úgyhogy arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a közlekedésről Máltán belül. A buszjegy, vagyis buszbérlet, a Talinja kártya, ami egy ilyen tök jó minőségű plastik kártya, az egy hétre 21 euró, és az egész országon belül az összes buszra fel lehet használni, amennyire mi tudjuk, illetve nekünk mindenhol működött, minden egyes felszállásnál le kell csippantani a kártyát, és ezzel kell érvényesíteni tulajdonképpen, és ez ugye egy egész hétre megoldja az utazást. Ezen kívül van a szigeten bolt szolgáltatás, ugye X-Taxify, ezt is nagyon sokszor igénybe vettük, viszont a legtakarékosabb és legpraktikusabb talán az, hogyha autót bérel az ember. Ennek mi nem néztünk részletesen utána, mert egyikünk sem tud jobbkormányos autót vezetni, ugyanis igen, Máltán fordítva van a közlekedés, mint nálunk. Illetve eléggé hektikus volt a napi rendünk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az a legjobb megoldás, hogyha busz, séta és bolt szolgáltatásoknál maradunk. A buszok egyébként eléggé kiszámíthatatlanok, egyrészt mindig le kell őket inteni, nem állnak meg automatikusan minden megállóban. Ebből kifolyólag az érkezésük sem 100%-ig pontos, de
Úgy gondolom, hogy aki Magyarországon szokta meg a tömegközlekedést, az tulajdonképpen nem is ringatja magát ilyesfajta tévképzetekben, viszont ami itthon talán ritkább jelenség, Máltán azonban mindennapos, hogy olyan sokan utaznak busszal, hogy hamar megtelik az egész, és a sofőr meg sem áll a busz megállóknál, hogyha leintik, mert egyszerűen nem fér fel rá több ember. Az autókon és buszokon kívül tehát készüljetek fel sok-sok sétára, ami, hogyha van egy jó kalapotok és megfelelő mennyiségű folyadékotok, akkor az egyik legjobb program a szigeten. Mi már első nap teljesen véletlenül belefutottunk egy olyan helybe, ahol az egyik legszebb kilátást árult elénk, amit valaha láttunk. Ezen kívül pedig, hogyha szeretitek elkerülni a tömeget, akkor Máltán is érvényes az egyik örök kedvenc tippem, lehetetlen időpontokban látogatni a népszerű helyeket. A St. Peter's Poolhoz például már az első nap hétköznap késő délután értünk oda, még bőven sütött a nap, de már nem olyan forrón, úszni, ugrálni tökéletesen kellemes volt, de alig volt ott rajtunk kívül más a vízben. Tegnap bevásároltunk egy Lidl-ben, és én vettem magamnak ilyen tengergyümölcseit, ugyanis imádom a tengeri dolgokat, ételeket, és ezt fogom reggelizni zsemlével, paradicsommal és sajtkrémmel. Igazából remélem, hogy finom lesz, mert soha nem ettem még így csomagolt tengergyümölcseis dolgot. Szupermarketek tehát ugyanúgy vannak mindenütt a szigeten, mint itthon, ezen kívül pedig a kevésbé frekventált helyeken kisebb boltokat, meg zöldségeseket is lehet találni, úgyhogy éhen maradni szerintem lehetetlen. Számunkra is meglepő volt, hogy még a legturistásabb, legnépszerűbb helyek is teljesen élhetőek voltak az embertömeg ellenére, valahogy nagyon jól eloszlott az egész, és mindenhol elfértünk, mindenhol tudtunk szórakozni, úszni, úgyhogy egyelőre Málta szerintem baromi jó célpontnak számít. Na képzeljétek el, eddig igazából annyit láthattatok, hogy eljutottunk végre a Paradise Beach-ig, ugye ez az? Paradise Bay-ig. Ahol van egy direkt kialakító strand, ami homokos, de mi nem a homokos tengerpart miatt jöttünk, hanem inkább a sziklás részek miatt, úgyhogy itt felfedeztük már az egész terepet. Egy tök jó helyen sikerült letelepülnünk a törölközőkkel, úgyhogy szerintem most kb. Az egész napot itt fogjuk tölteni. És a GoPro-val meg a víz alatti kamerákkal szórakozunk. Máltán vagyunk. Csak hogy Málta ugye angol gyarmat volt, és egyébként ezt akartam is nektek mesélni, hogy borzasztóan érdekes a nyelvük, a máltai nyelv, amit beszélnek, mert a hivatalos nyelv azt hiszem az angol, de az emberek, nehogy azt higgyétek, hogy brit akcentus angollal beszélnek itt, hanem egy olyan nyelven, ami az angol, a francia, az olasz, és az arab keveréke. És nagyon-nagyon érdekes, mert hogyha megnézi valaki Máltának a részeit, vagy ilyen település neveit térképen, abból is látszik, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon keverék nyelv. Egyébként szombat este van, és ahogy arra számítottunk, az egész napot, amíg sütött a nap, a parton töltöttük. És most estére pedig bejöttünk Valettába a fővárosba, ahol ilyenkor a bulizó nép a lépcsőkön ül és iszogat a bárok előtt, ami nagyon-nagyon hangulatos, de amúgy az egész város hihetetlenül hangulatos. Szóval nekünk nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy biztosan visszajövünk még nappal is. Valletta valóban nagyon hangulatos, csak sajnos még szombat este is azzal kellett szembesülnünk, hogy az éttermek 10-kor, a bárok pedig 11 éjfél felé bezárnak. Ezért meg itt vacsoráztunk a parton és csodáltuk a kilátást, amit egyre másra tűzijátékok tarkítottak, aminek, mint azt az egyik taxisofőrünktől megtudtuk, az az oka, hogy ebben az időszakban szinte minden napra esik egy vallási ünnepség, egy-egy lakoma, amit Málta különböző települései tartanak.
Ezután viszont egy kis tánc reményében látogattunk el St. Julian's-ba, ami a helyi buli negyed. Jó reggelt! Képzeljétek el, tegnap este elkövettük azt a hibát, és hogyha egy dolog marad meg nektek ebből a videóból, amit tippként megfogadtok, ha Máltára jöttök, akkor ez legyen az. Szóval elkövettük azt a hibát, hogy tegnap éjszaka, már éjfél után elmentünk St. Julian's-be, és bementünk a Havanna Club nevű helyre, ahol külön helyen van a bejárat és a kijárat, és lehet bent cigizni, szóval áll a füst az egészben. És konkrétan annyi ember volt, hogy szerintem két lépést megtenni 10 percbe telt, és itt szóval bementünk, igen, mert hogy táncolni akartunk, és utána eltévedtünk, és nem jutottunk ki, nem találtuk meg a kijáratot. Úgyhogy nem tudom pontosan mennyi időt, de ott bókláztunk egy csomót, hogy kijussunk, és tényleg olyan érzésünk volt, hogyha itt most kitör valami pánik, vagy tűzült ki, vagy valami, akkor ott halunk meg, annyian vannak. Úgyhogy, na mindegy, a lényeg az, hogy kimenekültünk. Most van 11:41, kb. Nem tudom, 15 órája keltem. Nagyon sokáig tartott ettől függetlenül az este, mert előtte meg ugye Valettában néztünk körül. Viszont most itt van a szállásunk környékén, ami meg nagyon nyugis helyen van, egy kávézó, ahova lemegyünk össznépileg, hogy be tudjuk indítani ezt a napot is. Mivel ugye a tegnapi nap egészen sokáig tartott, és ma későig sokáig aludtunk, ezért egy olyan partot kerestünk magunknak, ami kevésbé népszerű, meg elég szép, meg izgalmas, úgyhogy eljöttünk a Coral Lagoonhoz. Megnéztük először is azt a lyukat, ami a Coral Lagoon maga, nem? Vagy hát az az ilyen főlátványossága, ahol alig volt ember, de nem tudtunk beúszni, se beugrani, mert mind a kettőhöz gyávák vagyunk. Az úszás az eléggé hosszú lett volna, és nagyon-nagyon csapkodnak a hullámok, és szikla mellett kellett volna úszni, és nem tűnt biztonságosnak. Beugrani meg végképp nem tűnt biztonságosnak, főleg úgy, hogy utána ki kell úsznunk, úgyhogy ezt csak megnéztük, és utána átjöttünk pár méterrel arrébb, egy ilyen tök nyugis partszakaszhoz. Eddig ilyen babaúszás, vagy ilyen ovis úszás oktatás zajlott itt, úgyhogy nagyon cuki volt. De itt töltöttük az egész napot tulajdonképpen, a lényegi részét, és ezután már csak vacsorázni fogunk valami szállásunkhoz közeli helyen. Amúgy meg itt mindenhol tele van a víz, de az egész teteje ezzel a fura dologgal, ami nyugodtan árulhatjátok, hogy micsoda, hogyha tudjátok, valami állat részének tűnik. Sajnos annyira tűz a nap, hogy nem látom, hogy fókuszál-e a kamera, de talán látjátok. Olyan, mintha gumiból lenne, de nem. Na mindegy! Az aznapi vacsoránkról majd láthattok egy külön kis hülyéskedős videót, ahol egymásnak választottunk ételt a lányokkal. A tegnapival ellentétben ma nagyon korán keltünk, vagyis hát annyira nem nagyon korán, de ilyen 7:30 között mindenki fenn volt, úgyhogy 10-re beértünk Valettába. A buszút az valami borzalmas volt, mert tömve volt az egész folyamatosan, annyira, hogy egy csomó megállónál meg se állt, mert fel se tudtak szállni az emberek. Valettán belül láttuk, hogy mintha lenne metró, de arra meg nincsen szükségünk, mert itt meg gyalog teljesen elérhető távolságban van minden. Szóval most egy reggelivel kezdjük a napot, és utána a világosban is felfedezzük a fővárost. Személy szerint az egyik kedvenc helyem Máltán a Lower Baraka Gardens nevű hely volt, ami egy kert, és aminek van egy párja is, úgymond, az Upper Baraka Gardens, amit viszont mind nem látogattunk meg.
Képek alapján így utólag egyébként nem bánom. Ez a nyaralás egyébként is nagyon laza volt, kötelező programok szempontjából, semmilyen nyitvatartáshoz nem igazodtunk, múzeumban sem jártunk kivételesen, mindössze néhány érdekes és fontos épületet látogattunk meg. A Lower Baraka Gardens olyan volt, mintha néhány ezer évvel visszamentünk volna az időben. Ókori oszlopok, árkádok, kilátása végtelen tengerre és vibrálóan színes mediterrán növények, mindez gyönyörűen karbantartva. Legutóbb éjszaka azért nem tudtunk ide bejönni, mert épp egy esküvőt tartottak, úgyhogy mondanom sem kell, hogy már mind az öten itt képzeljük el a jövőbeli esküvőnket. Ez a város valami fantasztikus és még gyönyörűbb, mint sötétben nyilván, szóval világosban még csodálatosabb. Az építészete az legalább annyira eklektikus, mint a nyelve. Vannak, nem tudom, hogy látszik-e még, de vannak piros telefonfülkék, mint ugye Londonban, mert hogy brit gyarmat volt, de vannak Olaszországra emlékeztető utcák, van olyan hely, ami így tiszta Róma. Aztán nem is tudom, mit figyeltünk még meg, nyilván néhány helyen olyan, mint Marokkó, mert hogy oda már ugye nagyon közel vagyunk, és hasonló az éghajlat is, meg néhány épület, meg ember is, meg úgy összességében a színek, szóval elképesztő, és nagyon-nagyon tetszik mindannyiunknak egyébként. Az emberek pedig elképesztően kedvesek. Tűszentés! Bejártuk Valettát napfényben is, újból, teljesen. Megnéztünk mindenfélét, ami érdekelt. Igazából nem sok konkrét termünk volt, csak sétálgattunk a városban. Hú, elfáradtam felfelé. Most az a terv, hogy van elvileg errefelé, vagy hát nem errefelé, annyira nem messze tőlünk egy hely, ahol van egy infinity pool, és napközben oda lehet menni így medencézni, meg nézni a tengert, és estébe hajlóan ott lehet maradni, és bulikázni, és közben medencézni. Szóval ezt most megnézzük magunknak. Ja, és az a terv, hogy mivel nagyon bekajáltunk ebédre, ezért majd este itthon vacsorázunk, ehhez vettünk most mindenféle hozzávalót, meg reggelire is vettünk dolgokat, és a legjobb, hogy iszonyat sok friss gyümölcsöt vettünk. Egyáltalán nem olcsó, vagy legalábbis ebben a boltban nem volt olcsó a gyümölcs, viszont nagyon-nagyon érett, és olyan friss, és kicsattanó minden. Képzeljétek el, hogy először is voltunk egy jónak ígérkező helyen, ami utólag kiderült, hogy nem annyira jó. Egy olyan bárról vagy étteremről van szó, ami tök menő, mert a szigetnek a végében van, és a naplemente tök szépen látszódik, és vannak ilyen infinity poolok náluk, de túlságosan fancynek bizonyult. Nagyon drága volt, meg nagyon fura emberek voltak, úgyhogy csak megnéztük a naplementét és hazajöttünk, és arra gondoltunk, hogy tartunk egy filmezős estét így a nagy városnézések után. Viszont nyilván pont most nem működik a mobilnetünk, és eljöttünk egy helyre, ahol tegnap tök jó wifi volt, de itt sem igazán akar gyorsan töltődni a film, úgyhogy hát lehet, hogy ebből nem lesz ma filmnézés. A mai nap az utolsó előtti teljes napunk, amit egy az egyben Comino szigetre fogunk szánni. Ott van a Blue Lagoon, amiről, hogyha Máltára utaznátok, vagy Máltáról keresgeltetek, akkor valószínűleg már hallottatok. Ez egy nagyon-nagyon gyönyörű és nagyon-nagyon népszerű lagúna, vagy tengerparti rész. És hát ezt fogjuk most meglátogatni, de azt tervezzük egyelőre, hogy ha ott túlságosan sok ember van, vagy hogyha meguntuk, akkor még felfedezzük a szigetet, ugyanis ez gyalog is bejárható méretű, és szerintem simán esélyes, hogy vannak még ott olyan helyek, ahol fürödhetünk anélkül, hogy minden pillanatban belebotlanánk egy másik emberbe. Akkor egy picit bővebben arról a két problémáról, ami sajnos felmerült előző este. Szóval először is sajnos a Café Del Mar az nekünk nagy csalódás volt, mert megtestesített mindent, ami snob.
Legalábbis számunkra nem csak drága volt, hanem az egész környezet nem olyan volt, ahogy elképzeltük, nem is lehetett bemenni a medencébe, mert azt már bezárták. Valahogy az egésznek olyan hangulata volt, hogy itt nem látják szívesen azt az embert, akinek csak egy koktélre van szüksége, meg egy naplementére, és nem akarott milliárdokat elkölteni. Szóval onnan hamarosan le is léptünk, és inkább hazamentünk. Viszont közben meg ugye beütött a krach, ugyanis nem működött a mobilnetünk, és a szállásunkon nem volt wifi, mert annyira magától értetődőnek tartottuk, hogy Európán belül már minden szálláson van wifi, és mindenhol tök jól működik a mobilnetünk, hogy nem is csekkoltuk Airbnb-n, hogy akkor most van-e vagy nincs. A mobilnetünkkel annyi volt a probléma, hogy egyrészt eleven néhol döcögősen működött. Ez valószínűleg a szigetnek vagy a szigeteknek a lefedettségétől függ, illetve az enyém az például egyszerűen elfogyott. Felhasználtam azt a maximális keretet, amit külföldön le tudok netezni. Másnap vettem egy SIM-kártyát, egy Vodafone-os SIM-kártyát, amivel viszont utólag egyáltalán nem értem, hogy mi történt. Elköltöttem rá szerintem legalább 30 eurót, és volt netem körülbelül egy fél óráig. Nem tudtam kiigazodni a csomagajánlatokon, senki nem tudott segíteni. Amit elolvastam a neten, és egyértelműnek tűnt, és amire előfizettem, az végül nem úgy működött, ahogy számítottam rá. Úgyhogy én azt javaslom nektek, hogy nagyon jól nézzetek utána, hogy a szállásotokon van-e wifi, illetve hogy mennyi netet tudtok felhasználni külföldön, és ahhoz mérten osszátok be, hogy melyik nap mennyi adatforgalmat használtok. Térjünk át a Blue Lagoon témájára, ami az egyik leghíresebb helyszín Máltán, egészen pontosan Comino szigetén. Elsőre itt is úgy tűnhet, hogy nagy, szinte már túl nagy a tömeg, de valójában sehol nem volt ez érezhető, nem kellett sorban állnunk, várakoznunk, még a koktélos bódéknál sem. A hangulat kedvéért vettünk egy ananászba töltött italt mindannyian, ezeket 10 euró körül árulják, ami persze forintra átváltva rablásnak tűnik, de alapszabály, hogy nyaraláson nem váltunk át ilyeneket. A legtöbb helyen amúgy figyeltek rá, hogy nem műanyag szívószálat, hanem papír vagy más lebomló anyagból készülőt adjanak. A boltokban is láttam kiírva, hogy ne vásárolj műanyag szatyrot. Úgy érzem, hogy ez itt a tengerhez ennyire közel hatványozottan fontos az emberek számára, és ezt igazából nagyon tudom támogatni. Az ananászokban is mindenkinél papír szívószálat láttunk, erre nyilván ahhoz a bódéhoz sikerült állnunk, ahol műanyag járt hozzá, szóval ezt előre ki kellett volna lesnünk, csak hát nem sok mindent láttunk a pult túloldalából. Na mindegy, tanulva a mi hibánkból, ti erre esetleg oda tudtok már figyelni. A Blue Lagoon vize az valóban hihetetlen, nagyon-nagyon kék, nagyon-nagyon jó barlangok és ugrálásra alkalmas helyek vannak a környékén, viszont itt kifejezetten sok medúzával találkoztunk, akik egy idő után utunkat állták akkor is, amikor például a barlangon akartunk átúszni a nyílt víz felé. Nagyon javaslom, hogy vigyetek magatokkal vízicipőt és búvárszemüveget, sőt akár pipát is, mi ezeket a Decathlonban szereztük be az utazás előtt. Mi a Blue Lagoonhoz egyébként nem kompal, hanem egy hajókkal és vízi programokkal, körutakkal foglalkozó cég egyik körülbelül 15 fős motorcsónakjával mentünk át, és nagyjából 3-4 óránk volt a szigeten. Ennek a cégnek az utolsó hajójával kellett ugye visszajönnünk Málta szigetére, ami miatt eleinte egy kicsit mérgelődtünk, mert tovább is maradtunk volna ott, csak hogy a visszaút közben kiderült, hogy a hajó, ami visszavisz minket, megáll egy órára a Crystal Lagoon-nál, ahol a Lover's Cave nevű barlang is található. Itt nem lehetett kiszállni a szárazföldre a hajóból, nem kötöttünk ki, csak lehorgonyoztunk, vagyis indulhatott az ugrálás a hajóról, illetve úszkálhattunk a barlangokban, a sziklák mentén. Sajnos a Lover's Cave is tele volt medúzákkal, pedig a barlangon belül egy pici homokos part volt, ahová érdekes lett volna kimászni a vaksötétben. Emlékeztek, hogy mondtam nektek, hogy ilyen kis fura ízékes sodor ki a tenger? Szerintünk ezek voltak azok, csak döglötten. Pontosan így néztek ki, csak már nem volt semmi színű. Thank you.
az utolsó teljes nap, vagyis az utolsó kaland vár ránk. Ma a Gozó szigetére fogunk lenni, és ma nem ilyen hajótúrát választottunk, hanem egy kompot, ami azért jó, mert sokkal-sokkal olcsóbb. A tegnapi hajótúra oda-vissza volt 15 euró, ez pedig 4,65 euró volt oda-vissza. Viszont ugye nyilván nem fogunk sehol sem megállni, amit most nem is terveztünk be. Mármint, hogy tegnap se terveztük bele a programba, csak így jött, aminek tökre örültünk. Viszont most ez nyilvánvalóan sehol nem fog megállni, hiszen egy komp. Úgyhogy Gozó szigetén fogunk körbenézni, több strandot és több helyszínt is kinéztünk magunknak. Utolsó nap úgy döntöttünk, hogy Svejni, vagyis Svejni beachet nézzük meg, ahol láttunk sómezőket, amelyek akár 350 évesek is lehetnek, és ahonnan azt hiszem magától értetődő módon sót termelnek ki. Máltán több helyen is foglalkoznak sótermeléssel, mint utólag megtudtam, a város, Meliha, ahol laktunk, még a nevét is erről kapta, mert a Mel szóból ered. Na de ennyit a sóműsorról. Ezen kívül itt láttuk a legtöbb tengeri élőlényt, és errefelé volt a legkevesebb ember. Egy-egy kis sziklás beugrót akár el is foglalhattunk volna magunknak, azonban inkább még naplemente előtt elindultunk az utolsó tervezett programunkra, meglátogatni az Azúr-ablak maradványait. Ezt a csodás szikla ablakot 2017-ben pusztította el egy óriási vihar, de éppen emiatt talán csak még népszerűbb lett a hely. Itt néztük végig a naplementét, majd holdfényben komposztunk haza, tökéletes zárásaként ennek az utazásnak. Legalábbis mi azt hittük, ez lesz az utazásunk zárása, másnap délelőtt azonban értesített bennünket a Wizz Air, hogy a gépünk 2 órát késik. Ezért félúton a reptér felé a Mosta téren reggeliztünk egy kiadósat, nagyon ajánlom kipróbálásra a különböző arancsiniket, majd megnéztük egy máltai építész, Richard England egyik szürreálisan színes, letisztult épületét, ami jelenleg idősek otthonaként, illetve konferencia központként funkcionál. Végül 2 óránál több is volt a csúszás, de biztonságban hazaértünk, és azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy beleszerettünk Máltába, és csupa jó emlékkel távozunk. A nyelv, az építészet, az emberek sokszínűsége, a helyiek kedvessége mind lenyűgözött bennünket, és biztosak vagyunk benne, hogy vissza fogunk még jönni ide. Hú, remélem semmit nem hagytam ki ebből a videóból, szerintem ezen dolgoztam eddig életemben kb. A legtöbbet, úgyhogy remélem minden infó megvan benne, amit csak kellhet nektek, hogyha szeretnétek Máltára látogatni. Ne felejtsétek el megnézni az Instagramjainkat is, mert ott is nagyon sokat posztoltunk az egész útról, illetve nyilván a többieknél is találtok videókat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek az enyémet, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!